Akkor most tekintsük át, amit eddig tanultunk, három rövid példán keresztül nézzük meg, hogyan tudjuk a megszerzett tudásunkat hasznosítani. Az első példa legyen egy számsor. Ha a fenti számsorból véletlenszerűen kiválasztunk egy számot, mennyi az esélye, hogy az a szám 5-tel osztható lesz? Tulajdonképpen mindössze annyi a dolgunk, hogy megszámoljuk összesen hány darab szám van a számsorban, mert ugye az alapján tudjuk majd meg, hogy hány lehetséges alternatívánk van, majd pedig kikeressük, hogy hány darab felel meg az 5-tel oszthatóság kritériumának. Akkor először számoljuk meg, hogy hány számunk van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Azaz 15 darab. Tehát 15 lehetséges alternatívánk van. Aztán pedig nézzük meg, hogy ezekből hány osztható 5-tel, azaz leegyszerűsítve melyek végződnek 5-re vagy 0-ra. A 23 nem, a 32 nem, az 5 igen, az 55 igen, a 85 igen, a 28 nem, a 3 nem, a 29 nem, a 6 nem, a 9 nem, a 49 nem, a 8 nem, a 17 nem, az 50 igen, és végül a 67 nem. Azaz a számsorunkban összesen 4 darab szám van, ami osztható 5-tel. Tehát annak a valószínűsége, hogy a számsorból egy véletlenszerűen kiválasztott szám osztható legyen 5-tel, 4 per 15, ami körülbelül 27%. Akkor most nézzünk egy másik példát. Van egy táskánk, amiben van 3 darab zöld színű nyereményszelvény, 2 sárga színű nyereményszelvény és 9 piros színű nyereményszelvény. A 3 zöld színű nyereményszelvénnyel biciklit nyerhetünk, a 2 sárga színűvel kocsit nyerhetünk, míg a 9 pirossal mindössze egy kulcstartót nyerhetünk. Hogyha találomra kiveszünk egy nyereményszelvényt a táskából, mennyi a valószínűsége annak, hogy nem egy kulcstartót nyerünk? Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk mondani, először is meg kell számolnunk összesen hány darab nyereményszelvényünk van, majd pedig meg kell néznünk, hogy ezek a nyereményszelvények közül hány darab van, amivel nem kulcstartót lehet nyerni. Ahhoz, hogy összeszámoljuk a szelvényeket, egyszerűen összeadhatjuk a már előre megadott számokat, vagy akár egyenként meg is számolhatjuk őket. 3 plusz 2 plusz 9 egyenlő 14, azaz összesen 14 nyereményszelvényünk van. Ebből a 14-ből pedig a 3 zöld és a 2 sárga az, amivel nem kulcstartót lehet nyerni. Tehát ezeket összeadva már meg is kaptuk, hogy összesen 5 darab szelvény van, amivel nem kulcstartót nyerhetünk. Tehát, ha találomra kiveszünk egy nyereményszelvényt a táskából, akkor 5 per 14, avagy kb. 36% esélyünk van, hogy nem egy kulcstartót nyerünk. Akkor most jöjjön egy nehezebb példa. Van egy darts táblánk, aminek a kerülete 36 pi, aztán ezen a darts táblán van egy 16 pi méretű terület, amit egy dobással el szeretnénk találni. Mennyi az esélyem arra, hogy ezt a 16 pi területű kört eltaláljam? Nos, figyelmen kívül hagyva, hogy milyen pontosan tudok célba dobni, és hogy véletlenül a darts táblán kívül területre is dobhatok, ahhoz, hogy ezt meg tudjam mondani, először is ki kell, hogy számolja mekkora a területe a teljes darts táblának, mert ugyebár egyelőre csak a kerületét tudom. Aztán miután ez megvan, arányokban gondolkodva, mint ahogy eddig azt a Venn-diagramok esetében tettük, meg kell, hogy nézzük, ennek a területnek hány százalékát fedi le a számunkra megcélozni kívánt kisebb terület. A terület kiszámításához a T egyenlő pi szer R négyzetképletet szoktuk használni, de mivel egyelőre még nem tudjuk, hogy az R, avagy a sugarunk mennyi, ezért az általános iskolában tanult kerület egyenlő 2π szorozva a sugárral képlettel kell ezt kiderítenünk. Az egyenletünk a következőképpen fog kinézni. 36π egyenlő 2π szer R, ez mindkét oldalt osztva 2π-vel, ki is jön, hogy R egyenlő 18. Azaz a darts táblánk sugara 18. Az így megkapott eredmény pedig behelyettesítve a terület kiszámításához szükséges nagy T egyenlő pi szer R négyzetképletbe megkapjuk, hogy a terület egyenlő pi szer 18 a négyzetennel, amiből a 18 a négyzeten egyenlő 324-jel, azaz a terület egyenlő pi szer 324, ami tulajdonképpen 324 pi. Most pedig, hogy már tudjuk, hogy a teljes darts táblánk területe 324 pi, és hogy a megcélozni kívánt terület rajta 16 pi, be is helyettesíthetjük az eredményeket a már jól ismert képletünkbe, és kijön, hogy a valószínűségünk 16 pi per 324 pi, ugye itt a pi-k kiesnek, tehát marad a 16 per 324, ami felül-alul osztva 4-jel összesen 4 per 81 lesz, ami egyenlő 0,04938-al, avagy kb. 5%-kal. Azaz annak az esélye, hogy a darts táblán ezt a kis 16 pi méretű területet egy dobásból eltaláljam, nagyjából 5%.